mai napon Brenner János ünnepe van a katolikus kalendáriumban. Ő az a ciszter szerzetes pap, aki vértanúságot szenvedett. Éppen a szolgálata kapcsán, hiszen ismerjük az életrajzából, hogy kicsalták őt hazugsággal éjszaka idején, hogy beteghez induljon az oltári szentséggel. És eközben rátámadtak az éjszaka sötétségében, természetben, ahogy indult a templomtól egészen addig a házig, ahol a beteg állítólag található volt. És hogy megtámadták őt, és sok késszúrással gyilkolták meg irtózatos kegyetlenséggel. Hűséges tanú, Jézust hordozó. Most ezt majd május 1-én, a következő esztendőben, az ő boldoggá avatásának az 5. évfordulója. Ezen az évfordulón zarándoklattal indulunk majd Szombathelyre, ahol annak idején részt vettünk a nagy ünnepen az ő boldoggá avatásán. Miért is fontos az ő alakja? Azért, mert láthatjuk, hogy mire képes gyűlöletében, Isten tagadásában az ember. Föl kell elevenítenünk a tényt és a statisztikát. A kommunista diktatúra több mint 11 ezer szerzetes likvidált, deportált, lehetetlenített el, vagy tett az utcára 24 órán belül. Ezek között az ellehetetlenített, likvidált szerzetesek közé tartozik Brenner János is. De vajon mit mondhatunk ennek a jelentőségéről? Azt látjuk, hogy napjainknak a történéseit nem érthetjük meg anélkül, hogy nem ismerjük az elmúlt évtizedeknek a folyamatait, hiszen annak a következménye mindaz, amit ma is megélünk. Gondoljuk csak meg, hogyha az a 11 ezer, vagy több mint 11 ezer szerzetes a maga életével, tanúságtételével, művével ott lett volna a maga helyén, és annak a gyümölcseit mi most élvezhetnénk, mennyire más lenne ma az egyházunknak a helyzete, mennyire más lenne a társadalom élete, mennyire más lenne az a reménység, amely eltölthet bennünket. Jóvá tehetetlen az istentelenség tomboló gyűlöletének a hatása. De nem ez az utolsó szó, hiszen Brenner János is példaképpé vált, az álhatatosság példaképévé, ahogy azt Jézus ígéri, aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. A viharos időszakban nekünk is helyünkön kell maradnunk.